1939. március 14-én Adolf Hitler parancsára a Wehrmacht alakulatai megszállták Csehszlovákiát, majd József Tiso kikiáltotta a független Szlovákiát. Ezt követően a magyar királyi hadsereg bevonult Kárpátaljára. E terület gyarapodás következményeképpen egy 180 kilométeres szakaszon újra létrejött a magyar-lengyel közös határ. Ennek jelentőségét fél évvel később több tízezer lengyel tapasztalhatta meg. A magyar vezetés német forrásokból, innen-onnan, Sztójai jelentéseiből, újszászi, berlini útjaiból tudomást szerzett arról, hogy valami készült. És éppen ezért Teleki Pál, kivédve egy esetleges, éles helyzetet, amikor egyik pillanatról másikra kényszerítenek bennünket ultimátumszerűen, hogy kérem szépen, itt az idő, lépjünk be a háborúba. Ezt megelőzendő, remekül két levelet írt Hitlernek. Ez az a két bizonyos híres teleki levél 1939. július 24-én. Ugye az elsőben azt írja, hogy a magyar kormány mindenkor a tengellyel fogja egyeztetni politikáját, és a szövetségi hűségről beszélt ez a levél, nagyon szépen volt megfogalmazva. De ez még önmagában semmit sem jelentett, ugyanis a második levélben volt a lényeg, amiért íródott az első. Ebben pedig az volt, hogy Magyarország nincs abban a helyzetben, erkölcsileg ezt nem engedhet meg magának, hogy hadműveletek kezdjen Lengyelország ellen. Tehát ha a nemzetközi helyzet megváltozik, Magyarország a tengelyhez alkalmazkodik, de ez az alkalmazkodás nem jelentheti, hogy a nemzeti becsületünkön és a nemzeti szuverenitásunkon csorba essék. Kegyelmes Uram! Július 24-i levelem. Minden hamis értelmezésének megelőzésére. Van szerencsém ismételten kijelenteni nagy méltóságodnak, hogy Magyarország, amennyiben az adott körülményekben nem áll be komoly változás, erkölcsi meggondolásokból nincs abban a helyzetben, hogy hadműveletekbe kezdjen Lengyelország ellen. Teleki levele gyakorlatilag azt jelentette, hogy Magyarország egy német-lengyel háború kirobbanása esetén nem nyújt katonai segítséget Németországnak. Hitler ebbe nem nyugodhatott bele, ezért folyamatos nyomás alatt tartotta a magyar kormányt, hogy kikényszerítse annak hozzájárulását a lengyelek elleni hadjárathoz. Lengyelország sorsa 1939. augusztus 23-án pecsételődött meg, amikor Molotov szovjet és Ribbentrop német külügyminiszter paktumot kötöttek, és annak titkos záradékában felosztották egymás között Lengyelországot és a balti államokat. Ezt követően tovább fokozódott a Magyarországra irányuló német nyomás. Kintzel vezérkari ezredes a német szárazföldi haderő főparancsnokságának keleti hadsereg főosztályának ezredese augusztus utolsó napjaiban Budapestre repült, és tárgyalt újszászival, a magyar vezérkari főnökség második osztálya vezetőjével. És ott elég komoly dolgok hangzottak el, ami egyértelműen Németország következő nyomás gyakorlását jelentik Magyarországra, ugyanis azt kérte, hogy Magyarország engedje át Lengyelország ellen a német katonai szállítmányokat. Valamint, hogy a Lengyelország vonatkozó, a mi birtokunkba levő katonai hírszerzési adatokat és a magyar vasútvonalakra jellemző technikai számokat, adatokat adjuk át. A német kéréseket Wert Henrik vezérkari főnök parancsára Magyarország elutasította. Ugyanígy tett a magyar kormány a háború kirobbanása után Horthy Miklós utasítására is, amikor Ribbentrop telefonon érdeklődött Csákinál, hogy Magyarországnak nincs területi követelése Lengyelországgal szemben. A magyar külügyminiszter válaszában közölte, hogy Magyarország tiszteletben tartja Lengyelország határait.
Ezt követően 1939. szeptember 9-én Ribbentrop telefonon felhívta Csákit, és kérte, hogy a magyar kormány engedje meg azt, hogy német katonai csapatok a Kassa-Nagyszalán-Velte vonalon, tehát magyar területen vonulhassanak át Szlovákiából Lengyelországba. Magyarország nem csupán visszautasította a németek katonai jellegű kéréseit, hanem abban a pillanatban, amikor szeptember 17-én a Szovjetunió hátba támadta a lengyeleket, Teleki Pál miniszterelnök parancsára megnyitották a közös határt a visszavonuló lengyel katonák és a menekülő civilek tízezrei előtt. És a magyar vezetés hát nehéz helyzetbe került. Ugyanis szeptember elején a németek a berlini magyar követen keresztül megkérdezik, hogy nincs-e nekünk területi követelésünk Lengyelországgal szemben, mert ott Kelet-Galíciában a galíciai olajkutak mentén hát azt felajánlják Magyarországnak. Csáki külügyminiszter azt válaszolta, hogy mi más területére nem tartunk igényt, csak a sajátunkére. De a németek nem azért németek, hogy abba hagyták volna Magyarország presszionálását. Ezután szeptember 9-én, ez egy szombati nap, ha jól emlékszem, Csákit az a lakásán felhívja Ribbentrop, és Csáki elmondása szerint azonnali választ kért, hogy engedjük át a németeket. Mikor már megmondtuk két hete, hogy erről szó nem lehet, még egyszer ezt kérték. Csáki mondta, hogy hát a kormányzó úr nincs Budapesten, ugye, hogy ne kelljen azonnali választ adni, mert Ribbentrop két órán belül kért választ. Na végül is, másnap vasárnap összeült a minisztertanács Teleki elnökletével, erről jegyzőkönyv maradt fent, de csak annyi, hogy a minisztertanács megtárgyalta a német kérést, úgy határozott, hogy elutasítja, és Csáki külügyminiszter félbeszakítva az ülést, kiment a teremből, felhívta Ribbentropot és közölte, hogy ezt a kérést nem tudjuk teljesíteni. Összesen mintegy 40 ezer katona és hozzávetőleg 80-100 ezer polgári menekült érkezett Magyarországra. A magyar hatóságok 140 katonai és 114 civil tábort szerveztek meg számukra. A táborok valójában egy-egy település közigazgatási határait jelentették, vagyis azon belül szabadon közlekedhettek és idővel munkát is vállalhattak. A lengyelek megérkeztek, és a magyar lakosság mindenütt nemcsak hogy részvéttel, hanem szeretettel is, törődéssel fogadta. És érezni lehetett például a Miskolci vasútállomáson, hogy több ezer magyar kiment oda a lengyeleket köszönteni, és a peronon a sínek mellett némán álltak a magyarok, a lengyelek pedig a vonatablakból azt lehúzva kitekintettek a magyarokra, és látták az együttérző magyar tekinteteket.